Hamarosan felújítják a Dombóvári Arany János teret és környékét, valamint az Erzsébet utcát. A város ezen része egy szegregált terület, ahol már évek óta terveznek egy ilyen beruházást. Ez a pályázat már 2019-ben támogatásban részesült, sajnos a hiányos műszaki előkészítés miatt a tender kiírása váratott magára. Eljutottunk odáig, hogy a végleges műszaki tervek elkészültek, és a pályázatot ki tudtuk írni. A műszaki tartalommal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy azon túlmenően, hogy járdát építünk, csapadékvízzel vezető árkok felújítása fog megtörténni, az Arany János térnek is próbálunk egy picit új arculatot adni. A mögöttem található Apáczi Csere János szakközépiskola elé egy szabadtéri tornapálya fog megépülni, amit remélem, hogy az idejáró diákok nagy örömmel fognak majd fogadni. Azon túl, mert ide járnak, itt kollégium is működik, tehát a késő délután órákban is ezt igénybe lehet venni. Remélem, hogy az itt lakók és az Erzsébet utcában és az Arany János néni lakók örömmel fogadják és várták már ezt a beruházást, hiszen egy teljesen új környezetben sokkal komfortosabban fognak tudni élni és nyilván közlekedni a településen. Ez a beruházás ez napjainkban indul, hiszen a támogatási vállalkozói szerződést, a kivitelezői vállalkozói szerződést már a héten aláírtuk, a munkaterület átadása van folyamatban. Gyakorlatilag a nyár elejére ez a beruházás el is fog készülni, közel 50 millió forint értékben. A kivitelező tehát napokon belül átveheti a munkaterületet és megkezdődhet a felújítás. A munkálatokat végző cég ügyvezetője azt mondja, már szükség volt erre a beruházásra ebben a városrészben. Ennek a városrésznek a felújítását a COVID-19 Kft. Nyerte meg pályázaton keresztül. Nagyon ráfért erre a városrészt ez az építkezés. Csak úgy pár sarokszámot mondanák, hogy térburkolatból 1100 négyzetméter fog készülni, ehhez szegély 1800 négyzetméter, mellette felnőtt játszóteret alakítunk ki az iskola előtti részen, mert ahol eddig volt, az nem volt annyira kihasználva, várhatóan ez itt jobb lesz. Csapadékvízelvezetést megoldjuk, illetve lesz egy útépítés, ami az Arany János teret megközelítés szempontjából meggyorsítja, egyszerűbbé teszi az egész történetet. Ennyi lenne hirtelen tömören ennek az építkezésnek a volumene. Hivatalosan úgy van ez, hogy a műszaki átadástól számítva 200 munkanapunk van erre. Tehát gyakorlatilag mi úgy érezzük, hogy ezt a nyár elejére előbb is be tudjuk fejezni, amennyiben az időjárás és a vírus helyzet engedi. Tehát előbb, ezt nyár elején, május közepe tájára szeretnénk mi ezt lezárni, ezt a történetet. A mintegy 50 millió forint értékű fejlesztés eredményeképp azt várják, hogy a környékbeliek komfortosabb körülmények között élhessenek, a közlekedők pedig még könnyebben elérjék úti céljaikat.